fővárosi Aramis együttesét fogadta az NB1-es futsal bajnokságban a Dunafer DF-ren a Pinepce együttese. A hazaiak nagy inamban kezdték a találkozót, amelynek meg is lett az eredménye, hiszen Srac Balázs már a második percben vezetést szerzett a fehérmezben játszó hazai gárdának. Ezt követően sem lankadtak a dunaújvárosiak, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, de ezeknél a helyzeteknél a kapufa vagy a vendégek hálóűre nem tett. A 16. percben aztán Hosszú Ádám két gólossal növelte a hazaiak előnyét. 3 perccel később a vendégek szépítettek ugyan, de Horváth Szabolcs találatának köszönhetően újra 2 góllal vezettek a dunaújvárosiak. A térfélcserét követően egymás után dolgozta ki helyzeteit a dunaújvárosi csapat, a 27. percig azonban nem született újabb találat. Ekkor azonban Horváth Szabolcs ismét gólt szerzett. A vendégek ennek ellenére nem adták fel és 4-2-re módosították az állást. A hátralévő időben mindkét együttes 1-1 találatot szerzett, kialakítva ezzel az 5-3-as végeredményt. Próbáltunk ellenfelünkhöz felnőni, jelen pillanatban a dunaújváros csapat előrébb tart, mint mi. Már a csapategységet, meg a csapatjátékot illetően, úgyhogy megpróbáltunk egy olyan mérkőzést lehozni, ahol mi azt tűztük ki célul, hogy tudjunk belőle építkezni az eredménytől függetlenül. Én azt mondom, hogy bár az ellenfelünk győzelme nem forgott veszélyben, ettől függetlenül méltó ellenfelek voltunk. Fehér Zsolt a hazaiak vezetőedzője kiemelte. A csapat egység volt a kulcsa az Aramis elleni sikernek. A győzelem ellenére azonban a játék bizonyos elemeiben javulnia kell a gárdának. A csapat egy személyben úgy gondolom, hogy ma mindent megtett a győzelem érdekében. Volt, aki jobban játszott, volt, aki rosszabbul. Úgy gondolom, hogy ha a helyzetkihasználásunkra jobban koncentrálunk, akkor nagyobb arányban is tudtunk volna nyerni, de nem menjünk ennyire erről. Örülök a győzelemnek, és örülök annak, hogy a csapat az első helyen van a tabellán, ami úgy gondolom, hogy egy óriás nagy dolog annak ellenére, hogy két forduló telt el. A bajnokságban most 3 hetes szünet következik. A dunaújvárosiak legközelebb a Szombathelyi Haladás otthonába látogatnak szeptember 25-én.